A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üdvözlök mindenkit, ez a Kocsizom. Az Opel minden egyes Astra generációval valami újdonságot mutatott be. Az aktuális nemzedékkel azonban minden idők egyik legradikálisabb változását produkálták, és nem csak a villanyos hajtásláncok miatt. Bár a technika nagy része francia testvérekből ismerős, az Opel szerint az új Astra valódi Made in Germany, hiszen főhadi szállásukon a németországi Rüsselsheim városában tervezték, fejlesztették, ráadásul ott is készül. Ma már nagy szóha dízelt bevállal egy cég, de úgy fest az Opel szerint, szükség van az öngyulladós erőforrásra ebben a szegmensben is. A jellegzetes HD is kerregés szinte azonnal elárulja, honnan az 1.5-ös egység. És igen, a hozzá kapcsolt 8 fokozatú automata váltó sem éppen a németek polcáról jött. Na nem ezzel a változattal fogunk mindenkit lenyomni az autópályán, az garantált, de attól függetlenül annyira harmonikus egyébként ez a 8 fokozatú automata váltó ezzel a dízelmotorral, azért elég nyomatékos, tehát ha egy picit oda kenünk, akkor meglódul. Picit tétovasság azért nyilván van, tehát van némi gondolkodás, de attól függetlenül nagyon kellemesen lehet vele haladni, és ami a legfontosabb, baromi takarékos. Tehát tényleg azért ez az 5 liter környéki fogyasztás, és úgy, hogy igazából nem nagyon kell odafigyelni, ez tényleg parádés, legalábbis én szerintem. Úgyhogy manapság már nagyon ritka azért, amikor ilyet lát az ember, mikor megtankol egy autót, akár hibrideket is mondhatok, hogy 1000 kilométernél nagyobb hatótávolságot jelez ki a fedélzeti komputer, vagy így, hogy most már elmentem az autóval több mint 200 kilométert, és még mindig 800 fölötti hatótávolság. Tehát ezek tényleg ilyen értelmezhetetlen számok, még ma is a hibridek világában. Úgyhogy legalább ezen a téren nem kelt csalódást az Astra, az biztosan. Azért van egy-két apróság, amit viszont meg kell szokni. Alapvetően feltűnik, hogy sokkal bezártabbak vagyunk, mint mondjuk egy F-Astrában, de attól függetlenül mégis nagyon jól ki lehet látni, bármerre is tekintünk. A kis felületű szélvédő az viszont itt most hátrány, mert hogy a visszapillantó tükör egyébként pont annyira belelóg itt a látómezőbe, hogy időnként azért be kell esni itt alá. A visszapillantó tükrök viszont nagyon jól használhatók, jó nagy méretűek, plusz azért hátrafele, bár összeszűkül a tér, van tolatóradar és van tolatókamera is ebben az autóban, úgyhogy azzal azért ki lehet centizgetni egyébként a parkolásokat. Az elmúlt 3 évtized a mérőszalagon folyamatosan többet mutatott. A legutóbbi összegzés szerint az F-Astrához képest 32 centivel hosszabb, 17-tel szélesebb és 6-tal magasabb az új. Tengelytávolsága is majdnem 16 cm nőtt, csomagtartója pedig 62 literrel tágasabb. Papíron jól hangzik minden, de ha veszünk egy húsvér férfi testet, meg egy kis pakolnivalót, és megnézzük a különbségeket, akkor ezek a számok édeskeveset jelentenek. Most két nagyon egyszerű, de igen fontos dolgot fogok megmutatni, amelyek nagyon jól tükrözik azt, hogy mennyi minden változott meg a két generációban. Először be fogom állítani a vezetőülést saját magamra természetesen, és beülök magam mögé, és megnézzük, hogy mekkora hely van. A második teszt az pedig az lesz, hogy a csomagtartóba milyen magasra kell felemelni a motyót, meg hogy mekkora a csomagtartó mérete. Úgyhogy kezdjük is, szerintem az ősszel, az F-Astrával. Itt a volán magasságát azt nem lehet állítani, de attól függetlenül szerintem nagyon kényelmesen el lehet helyezkedni még az F-Astrában is. Állítható magasságú például a vezetőülés, és akkor most nézzük, csukló a kormányon, kényelmesen, tehát így nem feszengek. Most ez nekem így pont jól, tökéletesen van beállítva, hogyha kinyomom a pedálokat, tökéletes. És akkor megnézzük, hogy mi van mögöttem. A térdem az szinte már majdnem belér a háttámlába, viszont a lábaimat azokat be tudom csúsztatni az ülés alá, úgyhogy igazából kényelmesen elférek. És akkor jöhet az új tesó.
csukló ugyanúgy a kormánynál. Igen, háttámla is kényelmes. Na, úgyhogy most akkor ez az állás, és akkor nézzük, hogy milyen mögöttem a hely. Na igen, az az érdekes helyzet állt elő, hogy gyakorlatilag egy centivel sem érzem többnek itt hátul a helyet. Látszik, hogy a térdemnek is nagyjából ugyanannyi van. A lábaimat itt ugyanúgy be tudom suvasztani az ülés alá, és hát azért legyünk őszinték, eltelt 30 év, és gyakorlatilag helykínálat terén szerintem ugyanott tart a két generáció. És akkor jöhet a csomagtartóteszt. Hátizsákomat fogom emelgetni, méghozzá a földről fogom fölvenni. Azért nincs olyan magasan a rakodóperem ezen a régi változaton sem. Kényelmesen be lehetett tenni, és elég mély is egyébként a csomagtartó, meg szerintem bőségesen elég, még mai mércével is. Itt már az embléma nyitja. Így egyébként, hogyha most itt fizikai valójában nézzük, nekem annyira nem tűnik föl az a nagy különbség. Hát igazából nem kell szintén itt sem magasra emelni azért a motyót, viszont azt azért hozzáteszem, hogy nem olyan mélységű a csomagtartó, úgyhogy itt például, hogyha most rácsukjuk, akkor az én hátizsákom az már szinte majdnem a kalaptartónál van, míg a réginél ott még el se érte. A korábbi generációk után a legszokatlanabb talán mégis a dupla képernyős digitális panel. Ezzel ugyanis teljesen búcsút intett az Opel az analóg műszerfalnak. Nem igazán használták ki teljesen a két digitális panel adta lehetőséget, de ezek közül is inkább a vezető előtti, amire azt mondom, hogy szerintem egy kicsikét gyengécskére sikerült. Legalábbis a grafikája. Mindent látok magam előtt, kivéve a vízhőfokot például, de alapvetően a fordulat számot is látom, mennyivel megyünk, akkor a sebesség alatt be lehet állítani, hogy mit szeretnénk egyébként mi magunk nézni, tehát a fedélzeti komputert, vagy a biztonsági elektronikák, hogy akkor hogyan működnek, a távolságtartó tempomat és egyéb. Tehát ezeket be lehet állítani, látom az üzemanyagszintet. Tehát alapvetően, ha visszagondolunk az ősre, az F-Astrára, mi volt ott az alapváltozatokban? Egy vízhőfokmérő, egy kilométeróra, és volt egy üzemanyagszintjelző. Ezekből az információkból dolgozott a sofőr, és bőven elég volt, el lehetett autózni. Itt sem a minimalista stílus az, ami a problémám feltétlenül, sokkal inkább az, hogy olyan lehetőséget hagyott ki az Opel, amit például más gyártók megjátszottak digitális panellel. Történetesen azt, hogy klasszikus óráknak a fazonjait lehet beállítani. És itt nincsen, pedig tényleg ez egy akkora geg lenne szerintem, hogy mondjuk az F-Astrában, ami volt az a mutató, az tök simán meg lehetett volna csinálni grafikusan, és mennyivel jobban néz neki. Aztán a másik az, hogy én nem nagyon szeretem ezeket a tapizós dolgokat, jól működik, oké, rendben van, elismerem, viszont legalább vannak fizikai kapcsolók, de a fizikai kapcsolókon olyan pici a visszajelző fény, hogy tényleg nekem talán mondhatom azt, hogy nincsen rossz szemem, mert még azért észreveszem a 20 forintost a földön, hogyha esetleg valaki elhagyja. Az új Astrán minden eddiginél több egykori Opel köszön vissza. Bár az óra az egységes márka arculat része, mégis határozottan ott van benne a manta, a csúcs könnyűfém felnikel megidézték a Monzát, a C-oszlopon pedig ott virít a kadett örökség. És ha már itt tartunk, a volán formája is felidézi a 70-es évek Opeljeit. Szóval csúcs technika ide, idegen alkatrészek oda, az Opel nem felejtette el honnan jött. Van egy autó, amely már a bemutatása első napján akkora siker lett, amelyet egyetlen márka sem tudott azóta sem megismételni. A DS Automobiles legújabb modelljében nagyon sok utalás van erre a legendás modellre. El is hoztuk belőle a csúcsváltozatot. 1955. október 6-a emlékezetes dátum a Citroën életében. Ezen a napon leplezték le ugyanis a párizsi autószalon nagyközönsége előtt a DS 19-et. A forma és a technikai újítások szinte arcon csapták a konkurenciát, a közönség pedig annyira lelkesen fogadta, hogy amikor este bezárták az autószalon kapuit, már is 12 ezer megrendelést vettek fel az autóra. Ami még ennél is elképesztőbb, hogy 10 nappal később, amikor vége lett a rendezvénynek, már 80 ezer ember jelezte igényét a DS-re.
Ez a siker szinte megismételhetetlen, annak ellenére, hogy a prémium márkákra az utóbbi években jelentősen megnőtt az érdeklődés. Franciaország első emberei és hírességei is kifejezetten kedvelték a francia prémium termékeket, köztük a Citroën DS-eket is. A neves színész Louis de Funès garázsában például mindig parkolt egy Citroën DS, de említhetjük akár Picassót is, aki szintén nagy autórajongó hírében állt, ő például egy DS-t választott vászonnak. De talán legtöbbünknek Charles de Gaulle elnök, akihez kötjük a Citroën DS-t, hiszen 1962-ben az ő konvoját támadták meg fegyveresek, és ha lehet hinni az akkori összefoglalóknak, akkor nagyjából 140 lövedéket lőttek ki az autóra, és szinte majdnem mindegyik talált is. Abban viszont nincsen egyetértés, hogy 4 abroncsot lőttek ki, vagy pedig csak 2-3-at, de akárhogy is történt, a lényeg az, hogy bár leeresztettek a gumik, igazából a hidropneumatikus felfüggesztésnek és a sofőrnek köszönhetően elmenekült a helyszínről, és épségben megérkezett az elnök és felesége is a repülőtérre, ahova egyébként indultak. Ez már a legújabb DS, a 9-es. Bár több ponton is utal a legendás DS-19-re, itt már nyoma sincs a hidropneumatikus rendszernek. Helyette az úgynevezett DS Active Scan Suspension található, melynek lényege, hogy egy a szélvédő mögé elhelyezett kamera elektronikus kapcsolatban van az első és a hátsó tengellyel. Menet közben ez az őrszem folyamatosan figyeli és elemzi az autó előtti 5-25 méteres útszakaszt, a kapott adatokból és a vezetési szituációk alapján pedig egy külön számítóegység a viszonyoknak megfelelően vezérli a lengéscsillapítókat. Vagyis amikor kell lágy, ha pedig úgy hozza a szituáció, keményebb a rugózás. Amúgy sem veri le a versenyket a DS9-es, mert bár elég lágy a futómű, de mégsem az a fajta, amikor tengeri beteg lesz az ember. Viszont, hogyha szeretnénk ezt az Active Scan rendszert igazán élvezni, akkor az üzemmód választóval a kényelem beállítást kell választanunk. Ilyenkor tényleg abszolút átmegy relaxbe az autó. Egy kicsit, mintha talán a gázpedálra sem reagálna olyan élénken, de ami a lényeg, hogy az a fajta sejmes, lágy, puha suhanás, nem tudom máshoz hasonlítani, az igazán ebben az üzemmódban érvényesül, ilyen nagyon előkelően átsuhanunk az összes úthibán. Mivel a DS9 akár sofőrös autónak is bevethető, a tervezők alaposan oda tették magukat a hátsó traktusban is. Egyszerűen lounge-nak, vagyis nappali szobának, esetleg társalgónak nevezte el a DS ezt a belső hangulatot. Ez azt jelenti, hogy vannak itt például komfortfejtámlák, amiknek állítható itt oldalt, tehát akár még aludni is lehet benne. Aztán van itt USB csatlakozó mindenkinek, van egy digitális panel, ahol külön lehet szabályozni a klímát, de ami a legfontosabb, hogy a könyöklőben mindkét hátsó utasnak itt vannak a masszás funkció gombjai, és mind a mellett, hogy bármely testrészünket masszíroztathatjuk, azért az sem elhanyagolható tény, hogy mekkora itt a hely hátul. Tehát tényleg egy ilyen szinte tánctérnek nevezném, látszik is, hogy a térdem és az első ülés között mekkora rés van, de hogyha még ez se lenne elég, mert hogy éppen hátul teljes kényelemben szeretnénk utazni, akkor roppant elegánsan akár mi is innen hátulról előrébb küldhetjük az ülést, méghozzá itt a gombbal, hogyha megnyomom, és akkor szépen előre mászik az ülés. Nagyon sokáig csend lehet az utastérben, az eTense név a tölthető hibrid változatra utal. Ha van elég delej az akuban, akár 61 kilométert is mehet ez a DS9 tisztán elektromosan. Persze akkor sincsen baj, hogyha teljesen lemerül az akkumulátor, mert hogy ezek után is teljes értékű hibridként működik a DS9 eTense. Kipróbáltam, milyen az, amikor feltöltjük az akkumulátort, és milyen az, amikor nem töltjük, és úgy megyünk el. 100-100 kilométert azért elmentem mindkét lehetőséggel, és amikor feltöltött állapotban hoztam el egyébként a tesztautót, és az első 100 km az nyilván az így volt, akkor nem ért el a 4 literes fogyasztást sem a DS9 eTense, és utána, amikor direkt nem töltöttem föl, hanem hagytam, hogy hibridként dolgozzon, akkor bizony, hát azért majdnem, hogy 8-at elérte. Persze még ez sem hangzik rosszul egy 1,8 tonnás járgánytól, de azért itt a remek példa, ha már tölthető hibrid áll a garázsban, akkor ne a tankolókártya legyen a legjobb barát. Szálljuk rá az időt, amiből a telepíthető wallbox-szal kell a legkevesebb. Ilyenkor mindössze 1 óra 45 perc alatt feltölthető a DS9-es. Hagyományos 8 amperes otthoni csatlakozóval viszont 7-8 óra kell a művelethez. A gilos átelemek, a
az érintőképernyő, vagy az elsőre szokatlan helyen lévő ablakemelő gombok, ezek mind-mind azt az érzést keltik bennem, hogy valami igazán különleges járgányban ülök. Sőt, ez csak tovább fokozza, ha itt kinézünk és a gépháztetőn van egy nagyon elegánsan végigfutó csík. Szóval ezek mind csak azt erősítik bennünk, hogy nem hétköznapi, amiben ücsörgünk. És ezt az utcaember egyébként csak megerősíti. Nagyon sokan fordulnak meg az autó után, olykor tanástalanul egyébként, tehát ezt az emblémát még azért még annyira nem ismerik. És ez abból a szempontból is érdekes, hogy azért, ha megnézzük a hazai eladásokat, 2019 óta van Magyarországon a máig egyetlen egyébként DS Store, és levontak következtetéseket, és arra jutottak, hogy többen is német prémium márkákból ültek át a DS-be. Messze még a dicsőséges múlt megismétlése, de talán jobb is, ha bizonyos dolgok úgy maradnak, ahogy voltak. Az Opelnek több mint 100 éves autógyártási tapasztalata van, de egészen biztos vagyok abban, hogy az 1991-es esztendőt az egyik legemlékezetesebbnek tartják ők is, hiszen ekkor indultak el az első Opel Astrák. Ma már bátran kijelenthetjük, nincs még egy olyan Opel, melyből ennyit adtak volna el. Pedig mai szemmel nézve semmi különös nincs benne. 1991-ben viszont az Astra olyan dolgokkal büszkélkedhetett, melyekkel egyetlen modell sem a kategóriában. Az Opel kifejezetten büszke volt arra, hogy a 90-es évek elején, ami tényleg nagy szó volt, hogy nagyon sok újrahasznosított műanyag található az Astrán. Például a lökhárítók, csak hogy egyet mondjak. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy azért a biztonságot sem vették félváról. Első között volt az Opel, aki az ajtókba például nem csak egy darab merevítőt, hanem kettőt rakott már be. Tehát emiatt is van az, hogy azért az Astrák elég biztonságosnak számítottak a kor szintjén. Aztán itt van ez a központi kijelző, ami hőmérsékletet, időt, dátumot is mutatott az alapváltozatokban. Magasabb felszereltségeknél már fedélzeti komputer volt, tehát a GSI Astrákban például fogyasztásmérő volt. És ha már a GSI Astrák szóba kerültek, kipörgésgátló volt a 16 szelepes GSI Astrában. Az F-Astra karosszéria és motorkínálata is igen széles volt. A 3 és 5 ajtós mellett kombi bódéval debütált a modell, majd 1992-ben csatlakozott a 4 ajtós szedán, végül 1993-ban a Cabrio, melyet az olasz Berton stúdióban álmodtak meg. Külön hot hatch változat is készült belőle, az Astra GSX, főleg az erősebb 16 szelepes C20X-e, vagy a még ritkább turbós modellek ma már keresett gyűjtői darabok. A szívó benzines erőforrásokból 1.4-estől 2 literesig terjedt a választék, az egyetlen turbós motor pedig 2000-es. Dízelből 1,7 literes szívó, majd turbóval lélegeztetett variáns lehetett rendelni. Ez a példány, amiben ülünk, ez már egy frissített változat, tehát ez már a hosszabb visszapillantó tükrös, új hűtőmaszkos, ezzel már nem narancssárgák az első index búrák, hanem átlátszóak. Belül már ebbe például 2 légzsák is van, ami az első változatoknál még nem volt egyáltalán. De hogyha megnézzük csak a műszerfalat, ma is beül valaki, szerintem egyáltalán nem hat elavultnak. Én például nagyon szeretem az F-Astrákat, én ezen tanultam vezetni, ezzel szereztem a jogosítványomat. A mai napig, amikor beülök egy ilyenbe, tényleg jó kedvem van tőle. Ha körbenézek, a formák, nekem például kifejezetten tetszik, tehát a 90-es években az Opel arra figyelt, hogy a műszerfali és az ajtó, ahogy összefut, az ajtó kárpit. Tehát, hogy tényleg nagyon, nagyon szép formák vannak. Aztán említhetném itt a tekerőgombokat, 90-es évek, amikor japánoknál majdnem mindenki csúszkás szellőzés szabályozókkal jött. Bár az utóbbi években gyorsult fel a különböző alternatív hajtású modellek fejlesztése, a német mérnökök már az F-Astrával is kísérleteztek. A tisztán elektromos Impulse például 120 km/h maximális tempót bírt, és egyetlen töltéssel akár 160 km-t is lehetett vele autózni. Ebből mindössze 10 darabot gyártottak, ám 1993 és 1997 között ezek az autók több mint 300 ezer kilométert tettek meg, és ezzel együtt rengeteg tapasztalatot hoztak az Opel szakembereinek. És ha már szóba került azért ez a konkrét példány, azt azért ne felejtsük el megemlíteni, hogy alig több mint 56 ezer kilométer van benne. Szóval én komolyan mondom, hogy ezt az autót is lezsírozni, fölemelni téglákra, és eltenni, mert hogy frissített változat, tehát nem a legelső söntésből való, de akkor is azért ezek az autók, főleg ilyen kilométerrel, hát ezek kincsek. Az Opel sikermodellje az F-Astra.
Máig ebből fogyott a legtöbb, 4,13 millió darab készült belőle. Németországban 1997-ig, Magyarországon 98-ig gyártották, ezután pedig egészen 2004-ig Lengyelországban állították talpra Astra Classic néven. Egyebek mellett az F-Astrának köszönhető ráadásul az is, hogy az Opel lett Magyarország legnépszerűbb márkája. A statisztikák szerint ugyanis Opelből fut ma a legtöbb 525 ezer a magyar utakon. A megbízhatóság mellett a megfelelő alkatrészellátás is kifejezetten jó pont egy használt autó mellett. Főleg egy olyan autónál, mint az Opel Astra F, melynek korábbi darabjai már bizony betöltötték a 30-at. Ám sajnos nem mindent lehet hozzá beszerezni, gyáriból legalábbis. A szervizrovatot a székesfehérvári Opel Barta támogatja. Technikailag ugye a mai autókhoz képest nem volt fejlett az autó, de ennek volt előnye is, nem volt szervizigényes. Tényleg az ember beült, megtankolt és használta egy éven keresztül, egy év után elvitte alapvető karbantartás, azt elvégezték, és hajtotta tovább. Elég, ha tőlünk Fehérvárra nem megyünk Budapestre, hogy mindig számtalan darabszámba látunk F-Astrát útközben. Motor és a váltót nem mondanám kritikusnak, mert nem nagyon jellemző rá meghibásodás. Nyilván, hogyha egy karbantartott autóról beszélünk, viszont maga a karosszéria ugye most már eljárt felette az idő, és a időben nem volt lekezelve, nem kapta meg azt a karbantartást, amit igényelt volna, akkor azért most már a rozsdásodás jelei jelen vannak, illetve már vannak is olyan autók, amik már olyan állapotban vannak, hogy nem lehet javítani őket. A napi dolgokat ki tudjuk szolgálni, gyári alkatrészekből, szűrőket, kuplung alkatrészeket, vagy akár egy váltó belső részegységeket, ezekkel nincs probléma. Ami problémás, az már a karosszéria rész. Az F-Astra családhoz is tudunk már utángyártott, illetve másodtermékeket, amiből szinte egy új autót össze lehet hozni. A legegyszerűbb példát úgy tudnám elmondani, hogy még egy F-Astrát meg tudtunk kuplungozni másfél-két óra alatt, addig mondjuk a legújabb generációkat nézzük, egy K-t vagy egy L-Astrát, abban azt nem tudom azt mondani, hogy egy napon belül befejezzük, mert általában egy másfél-két nap szükséges hozzá. Illetve maga az elektronika is, ugye még egy F-Astrában szinte semmi elektronika nem volt, addig egy új L-Astrában, vagy egy pár éves modellben, egy K-Astrában pedig az elejétől a végéig csak elektronika. Nem mai autókról beszélünk, tehát ezek már elég idős autók, és sajnos egyre több az a gépjármű, amelyiknek már a karosszériájában van rengeteg probléma. Tehát mindenféleképpen, ha egy ilyen autót szeretne vásárolni az ügyfél, akkor előtte célszerű átnézni teljes körülön. A szerviz rovatot a székesfehérvári Opel Barta támogatta. Több mint 27,5 millió példány készült belőle az elmúlt 50 év alatt, ráadásul a világ 170 országába jutott el. Nem csoda, hogy a legtöbben a Civic-kel azonosítják a Hondát. És ha már itt tartunk, a legfiatalabb Civic Typer is idén töltötte be a 25-öt. A japánok már az első Civic-et is globális modellnek szánták. Motorház teteje alatt a forradalmi CVCC erőforrás lapult, amely a szabályozott keverékörvénylésű égés rövidítése volt. E technológiának köszönhetően a Civic lett az első sorozatgyártású autó, amely megfelelt az Egyesült Államok 1970-ben hozott, rendkívül szigorú globális iparági szabványnak tekintett levegőtisztasági törvényének, ráadásul katalizátor nélkül is. A Civic első generációja Japánban a Honda Suzuki üzemegységében készült 1972-től, és már gyártásának első 4 évében 1 millió példány gördült le belőle. A második nemzedék továbbfejlesztett 1,3 literes CVCC 2 motorral 1979-ben érkezett. Arra viszont nagyon jól ráéreztek a Hondánál, hogy ez önmagában már nem biztos, hogy elég lesz. Éppen ezért, hogy még többen megtalálják az ideális kivitelt, ezt a Civic-et már másfél literes erőforrással is kínálták, továbbá szedán, ferdehátú és kombi kivitellel bővült a paletta, és először 5 fokozatú kézi kapcsolású váltó is bekerült a kínálatba. Ahogy haladunk előre az időben, úgy egyre változtak az igények. A 80-as évekre már a vásárlók nagyobb autóra vágytak. Ennek megfelelően az 1983-ban leleplezett harmadik Civic szélesebb nyomtával és minden korábbinál szögletesebb karosszériával kezdte meg karrierjét. Ekkor született meg a Honda új filozófiája is, melynek szlogenje az ember a gép előtt lett.
Vagyis úgy született meg az a Civic nemzedék, hogy a szerkezeti egységek a lehető legkisebb, az emberek pedig a lehető legnagyobb helyet kapják. Ezt a generációt három karosszéria változatban, három ajtós ferdehátúként, négy ajtós szedánként és öt ajtós kombiként hozták forgalomba. A Civic negyedik generációjával 1987-ben találkozhattak a vásárlók, csak úgy, mint a Honda új motorcsaládjával, melynek egyes tagjain megjelent a bűvös VTEC felirat. Az egyedi vezérlés azért született, hogy a Honda motorjai turbófeltöltő nélkül is képesek legyenek nagy teljesítményt leadni. Az elektronikus szabályozású szelepnyitási időnek és mértéknek köszönhetően ezek az agregátok bizony üveghangig pörögtek, ha pedig nem zargatták, elképesztően takarékosak voltak. Rengeteg díjat bezsebelt ez a Civic, a fanatikusok szerint pedig az egyik legjobban sikerült generáció lett. Az ötödik Civic 1991-ben jelent meg a kereskedésekben. Az éleket valamelyest enyhítették, igazi gömbölydettségről azonban még nem beszélhetünk. Kevésbé feszes futóművet és rengeteg tömegcsökkentő elemet találtak ki ehhez a nemzedékhez, aminek köszönhetően már az 1.3-as 75 lóerős alaperőforrás is megfelelő dinamikával mozgatta a bódét, miközben a fogyasztás sem szökött az egekbe. A háromajtós mellett kétajtós kupé, valamint négyajtós szedán is készült az ötödik Civicből, az extra között pedig megjelent a légzsák és az ABS is. A hatodik generáció talán a legérdekesebb, ugyanis olyan, mintha egyszerre két külön nemzedék került volna a szalonokba. Műszakilag sokat változott a Civic, hiszen a mérnökök elkészítették az új VTEC egységet, valamint felkerült az opciós listára a Honda Matic Transmission névre keresztelt, folyamatosan változó áttételű CVT automatikus váltó. A karosszéria kínálatot pedig úgy oldották meg, hogy a háromajtós, a kupé, valamint a szedán kapta meg a békalámpás bódét, az ötajtós és a rövid szünet után visszatérő kombi pedig a roverrel közös fejlesztésű testet. Így gyakorlatilag két teljesen különböző megjelenésű Civic állt a szalonokban, viszont tény, volt miből választani. Sőt, a japánok még egy újabb ászt húztak a pakliból, 1997-ben bemutatták a belpiacra készült Civic Type-R-t. A Type-R, mint típusjelzés, először az 1992-es Honda NSX modellen jelent meg. Az alaposan kikönnyített sportmodell rendkívül csekély példányszámban készült. Az első Civic Type-R-ből sem lett nagy széria, és kizárólag Japánban forgalmazták. Az LK9 gyári kódú sportváltozat 185 lóerős 1,6 literes VTEC motort kapott. Ennek a ménesnek egy mindössze 1050 kg-os karosszériát kellett mozgatnia. A hetedik generáció 2000-ben debütált, a Honda mérnökei ennél a nemzedéknél változtattak a legradikálisabban az autó felépítésén. Az EP3 Civicek különlegessége, hogy a tervezéskor belülről kifele haladtak, vagyis az autók beltere az előbb megvolt, és csak utána készült el a bódé. Így például olyan különleges részletek vannak ezekben a Civicekben, mint hogy a váltó az fölkerült a műszerfal aljára, nem mindenki szerette ezt a megoldást, csak így zárójelbe jegyzem meg. Vagy pedig említhetném azt is, hogy nincsen egyáltalán kardán alagút egyik változatban sem, és pont emiatt még akár a háromajtós verziókban is nagyon kényelmesen lehet fészkelődni itt a második sorban. Persze alaposan kigömbölyödött a Civic, ez lett azonban az első, amit 2001-től hibrid hajtáslánccal is megrendelhettek a vásárlók, ráadásul akár manuális váltóval is. A másik véglet pedig a csúcs Type-R volt, melyből Európába is jutott végre. Ez egyebek mellett annak is köszönhető, hogy a hetedik generációs Civiceket már az Egyesült Királyságban rakták össze. Az új K-motor család ma is a legek között van. A két literes feltöltő nélküli agregát 200 lóerőt produkált, és kicsivel 8000-es fordulat fölé lehetett húzatni. 2005-ben mutatkozott be a 8. Civic. A futurisztikus formájú négykerekűt először csak koncepcióautóként mutatta be a Honda, majd legnagyobb meglepetésre a széria változat alig különbözött tőle. Nagyon sokan pont emiatt figyeltek fel a Civicre. Ez a fazon volt az, ami érdekessé tette számukra. Volt egy pár átgondolatlan részlet, tehát az, hogy hátul például nincsen hátsó ablaktörlő, ketté osztott szélvédő, akkor a túl komplikált indítási mechanizmus, tehát az, hogy gyújtást kell adnunk, viszont utána csak gombbal indíthatjuk. Ezek mind olyan apróságok voltak, amiket viszont mégis megszoktak az emberek, és tényleg ez a vagány belső, tehát ez az osztott műszerfal, annyira futurisztikus egyébként, tehát még mai szemmel nézve sem hat elavultnak egyébként a 8. generáció. Nagyon praktikus lett az UFO Civic. A második sorban például ott volt a mágikus ülésrendszer, amit úgy terveztek a mérnökök, hogy az üzemanyag tartály az első ülések alá került,
A hátsó sorban pedig így felhajthatóvá váltak az ülőlapok. Természetesen a Typer nem maradhatott ki a kínálatból, bár a jelentős súlytöblet és az elektronikával megfojtott erőforrás miatt nem volt olyan nagy a változás. Más tészta a japán belpiacos Typer, ott először is négyajtós szedánként mutatták be, másodszor pedig a K20A erőforrás más szívósorral, leömlővel és komputerrel készült, így az európai 201 ló helyett 225 telivér horkantott a kipufogóba. A 9. generációs Civic 2011-ben inkább tűnt egy alapos ráncfelvarrásnak, pedig többről volt szó. Ismét lett kombi, innentől viszont nincs háromajtós variáns. Két további újdonság a gépház fedél alatt volt. Egyik a 2.2-es mellé érkező, szintén saját fejlesztésű, 1.6 D-Tech dízelmotor, a másik pedig természetesen a Typert érintette. A piaci igények és az új környezetvédelmi előírások arra sarkalták a Hondát, hogy turbófeltöltéses motort fejleszten a Typerhez. Így született meg a K20C1-jelű, 2 literes csigával lélegeztetett V-Tech agregát, mely 310 lóerőt produkált. A 2015-ben színre lépő 10. nemzedék egy 3-hengeres belépő, illetve egy 1,5 literes, kifejezetten combos V-Tech turbomotorral, valamint menetbiztonsági és vezetést segítő eszközök teljes garmadáját felsorakoztató Honda Sensing rendszerrel tudott többet a korábbi Civicnél. 2017-ben mutatták be a csúcs Civicet. A továbbfejlesztett K20C1 motor teljesítménye 320 lóerőre nőtt. 2022-re a CR-V, a Jazz és Jazz Crosstar, valamint az új HR-V után a Civic is EHEV hibrid hajtással mutatkozott be. Szóval egy 50 év után elmondhatjuk, hogy a Civic az visszatért a gyökerekhez. Azért még mielőtt mindenki könycseppeket morzsolgatna, ne felejtsük el, hogy valójában ez a modell, ez tényleg egy ilyen környezettudatos kis autónak született. És ma megint az. Ez a generációváltás azonban megint nem tűnik annyira forradalminak, legalábbis hogyha az autó külsejét nézzük. Ám hogyha beülünk, akkor gyakorlatilag egy teljesen új világ fogad minket. Ha már ilyen tiszták a Honda modelljei, persze, hogy belefért, hogy a Typert is utcára küldjék. De előtte még pont a fejlesztés utolsó fázisában sikerült pályacsúcsot futnia a még alaposan álcázott prototípusnak. A Honda szinte hazajár a Suzuki versenypályára, a Civic Typer például legutóbb 2020-ban futotta meg a leggyorsabb kört, amit első kerékhajtású autóval itt elérhettek. A 320 lóerős gépcsoda után a legújabb Civic Typert is oda küldték a mérnökök, hogy menjen egy gyors rundót, és nagyon úgy tűnik jó helyeken változtattak a típuson. A volán mögött ülő pilóta kézlengetése is megerősítette az örömteli pillanatot, sikerült megint egy fokkal jobb Typert összehozni. Nem is lehetett volna szebben megünnepelni a Typer 25. még a Civic 50. születésnapját. Ennyi volt mára, köszönöm, hogy velünk tartottak. Ne feledjék, két hetente jelentkezünk friss adással, melyeket bármikor visszanézhetnek a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. És ha már arra járnak, akkor kérem ne feledjenek el feliratkozni sem, illetve megnyomni a kis harangot, ugyanis akkor elsőként értesülhetnek, hogyha friss tartalommal jelentkezünk. A Fehérvár Média Centrum online felületén, az fmc.hu-n pedig írásainkat is olvashatják. Két hét múlva minden idők legnagyobb Skoda Fabiáját próbálom ki, a legkedveltebb motorral, és azt is megmutatom, hogy mi történik időnként a kulisszák mögött. Nézzenek minket akkor is, addig pedig békés karácsonyt kívánok mindenkinek! Minden jót! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.